Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videóban 2022 első fél évének kedvenc könyveit hoztam el nektek. 2022 Nem igazán az én évem eddig, olvasás ügyileg, ugyanis augusztus közepe van, és eddig, ha jól tudom, 28 könyvet olvastam el, ami igazán kevés, és ezek között a könyvek között nagyon sok rövid olvasmány van, ami nem baj, mert jelen pillanatban ezekre van kapacitásom. Viszont az első fél évben 26 könyvet olvastam el, ami közül összesen hét landolt ezen a listán, mert nem voltak olyan világmegváltó olvasmányaim ebben az évben, amik úgy ténylegesen azt tudom mondani rájuk, hogy wow, csak hét darab, és ezek közül a 7 darab közül is azért voltak olyanok, amik csak így szánalomból kerültek fel erre a listára, mert hogy kevés könyv van, és végül is nagyon tetszettek, viszont nem az a hatalmas nagy kedvenc, mint mondjuk az előző ilyen videóm. Először egyébként sorrendben akartam haladni a listával, de mivel egy írónőnek több könyve is fent van ezen a listán, ezért ezekkel a könyvekkel fogom kezdeni, 2022 első olvasmánya volt Szerágyi től az Ezüstlángok udvara, ami egy brutálisan hatalmas nagy könyv. Ez ugye a Tüskék és Rózsák udvara sorozatnak a negyedik része, és van róla egy különálló videóm is, szóval nem szeretnék annyit beszélni róla. Ez a sorozatban a negyedik kötet, és már nem a főszereplő fejráról szól, hanem a testvéréről, Nestáról, és egy eléggé nagy problémát dolgoz fel, de mivel spoilermentes ez a videó, ezért nem szeretném elmondani, de a lényeg az, hogy egy hatalmas karakterfejlődést olvashatunk ebben a könyvben, én nagyon szerettem őt, Nesztát egyébként végig szerettem a Tüskik és Rózsák udvarában, bár nagyon sokszor felidegesített, de azért a második könyvtől a kezdve eléggé megszerettem az ő karakterét, és nagyon mélyen egyetértettem vele, és együtt éreztem vele. Ezért tetszett nekem ez a könyv, bár itt Nesztát egyébként nagyon megszeretteti Sarah James szerintem az olvasóival, de nem lesz karakteridegen, nem kapjuk tőle azt, hogy ő úristen, egy mekkora jótét lélek lesz, hanem megmarad igenis Nesztát az a csökönyössége, viszont tovább viszi az írónő, ad neki egy mélységet, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet olvasni. Aztán hát főszereplő férfinkkal a kapcsolata, meg aztán eszméletlen volt. Szóval én nagyon szerettem ezt a könyvet, ezért is landolt ezen a listán. Ahogy említettem, a következő is egy Sarah James könyv. Idén befejeztem az Üvegtrón sorozatot, nemrég olvastam el az utolsó részét. Készítettem már róla egy értékelő videót, bár nem tudom, hogy az a videó ez után, vagy ezelőtt kerül fel, szóval ha oda kattintva megtaláljátok a videót, akkor már kint van, ha nem, akkor pedig nem sokára ki fog majd kerülni. Hát igen, befejeztem az utolsó olvasatlan Sarah James könyvemet, ami eddig magyarul megjelent. Ugye a Crescent City 2 jelent már meg külföldön, amit még mi Magyarországon nem tudtunk elolvasni, mert még nem jelent meg. Viszont eléggé meg vagyok lőve, mert amúgy szerettem volna befejezni ezt a sorozatot, viszont most, hogy befejeztem, úgy vagyok vele, hogy nincs több Sarah James könyv, amihez tudok nyúlni, és biztosan tudom, hogy tetszeni fog. Szóval egy kicsit most így elhagyatva érzem magam, de már alig várom, hogy megjelenjen a Crescent City 2, ami valószínűleg karácsonykor fog majd valamikor megjelenni. Bocsi, hogy ennyit csesztettem a hajam, de olyan meleg, hogy tapad hozzá a fejemhez, és nagyon irritál. Szóval a második könyv a listámon, a Sarah James a Kingdom of Ash, ami az Üvegtrón sorozatnak az utolsó része. Hát hatalmas nagy kedvencem lett ez a könyv, mert hát teljesen lesokkolt, ami ebben a kötetben van, bár egy kicsit többet vártam tőle, több szereplőnek a halálát vártam, és több epikus dolgot, de azok a dolgok, amik történtek, azok felülmúlták az elképzeléseimet. Imádtam, hogy minden történetnek pontot tettek a végére, nem igazán maradt olyan kérdés, ami megválaszolatlan lenne. Szerintem Sarah James nagyon szépen lezárta ezt a könyvsorozatot, és méltó befejezést adott Szelénának. A következő könyv a sorban egy magyar írónő tollából származik, ez Péter Finovák Évától az apád előtt nevet köz. Ez volt a második könyv, amit az írónőtől olvastam, és be kell látnom, hogy ebben sem csalódtam, nekem ez még talán egy kicsivel jobban is tetszett, mint az egyasszony, bár annak is megvolt a saját hangulata, a maga írásmódja és a maga varázsa, de az apád előtt nevet köz, nekem ez most az írónőtől jelenleg személyes kedvencem, bár eddig két könyvét olvastam az írónőnek, ugye eddig három regénye van, és egy ilyen szakácskönyve, amit Szentes Évával közösen alkottak. És már egyébként megvan nekem a Rózsaszín Ruha című könyv is, szerintem még augusztusban az be fogom fejezni. Ugye Péter Finovák Éva könyvei nagyon kis rövidek, és mindegy egy-egy tragédiát, egy-egy olyan érzést mutat be, amivel nem igazán szoktak az írók foglalkozni, vagy ha foglalkoznak is, nem olyan nyersen, mint Péter Finovák Éva. Én az írónő stílusában azt nagyon szeretem, hogy nem tabu káronkodni a könyve, be, nem minden virágnyelven van leírva, hanem igenis vannak benne csúnya szavak, igenis káromkodnak, igenis nyersen fogalmaznak, és ezt a nyerséget, ezt a pőrességet nagyon szeretem az ő könyveiben. Egyébként a történet eleje az 1920-as években játszódik Miskolcon, amikor is Károly és a testvére, hogy is hívják, Anna, elveszítik spanyol náthában rövid időn belül mindkét szülőjüket, és árvaházba kerülnek, ahol rideg apácák nevelik ő őket fel. Ebben az ávaházban eléggé szörnyű dolgok történnek a testvérpárral, még inkább Károlyjal, ugyanis az idősebb fiúk molesztálják őt, és emiatt hát egy eléggé érdekes életútja lesz szegény fiúnak. Egyébként nem sokkal később nevelő szülőkhöz kerülnek, ahol szintén nem olyan körülmények között nőnek fel, ahogy két gyerek megérdemelni. A történetünk második síkja pedig 60 évvel később játszódik már szintén Miskolcon, ahol már az öt éves Eszternek a történetét követhetjük végig, aki elhidegül az édesapjától, ugyanis az édesanyja figyelmezteti őt, hogy vigyázzon az apjával, és hogy az apja előtt nevet közzön. Hát itt derül ki, hogy tulajdonképpen miért is ez a cím, viszont mivel az apjától elhidegült a kislány, ezért a nagyapjához még inkább közelebb kerül, ugye Tatushoz, akiről hát eléggé gyomorforgató és undorító dolgok derülnek ki konkrétan néha rosszul voltam ettől a könyvtől, annyira undorító volt, nem tudom más szóval ezt illetni, és nagyon nagy hálát adtam, miután becsuktam ezt a könyvet, hogy az én családomba ilyen nemű dolog soha nem történt, és nagyon remélem, hogy soha nem is fog, mert ami ebben a könyvben van, az számomra felháborítóan undorító, és hát nagyon Furcsa egy ilyen könyvet a féléves kedvenceim közé választani, de mivel Péter Finovák éva stílusa eszméletlenül jó, és nagyon szeretem az írónő könyveit, ezért még ezt a témát is annyira jól tudja feldolgozni, hogy itt a helye a kedvenceim között. A következő kötet egy bukkesztes olvasmányunk volt, így erről nem szeretnék olyan sokat beszélni. Ez Guillaume musszótól tól a Brooklyni lány című kötet, ami egy krimi, és egy nagyon jó krimiről beszélünk ráadásul, ugyanis én nagyon régen voltam ennyire elragadtatva egy Musso könyvtől, ugyanis eddig négy darab Musso kötetet olvastam fentre, kattintva találhattok majd egy linket, ugyanis korábban csináltam már egy videót, az eddig olvasott Musso könyveket értékeltem benne, és abból a videóból kiderül, hogy jelenleg a Brooklyni lánya kedvenc muszó könyvem, ugyanis ez a könyv adta meg nekem azt a krimi érzést, amit szerettem volna, plusz vegyítve muszónak a stílusával, szerintem eszméletlenül jó volt. A történetünk elején egy idilli párral találkozunk, akiknek három hét múlva lesz az esküvőjük, viszont a férfinak kétségei támadnak, és elgondolkodik azon, hogy igazából nem is ismeri normálisan a jegyesét, és feltesz neki pár kérdést. Anna eléggé rosszul reagál arra, hogy Rafael kérdezgeti őt, és végül kibök egy hatalmas nagy titkot, mutat Rafaelnek egy képet, amit Rafael nem igazán tud feldolgozni, és annak jelenti, hogy hát ezt ő tette. Itt ennyi van benne egyébként a fülszövegbe, így nyilván nem fog többet elmondani, viszont egy nagyon izgalmas nyomozást követhetünk végig ebben a történetben. Annyit még elárulok nektek, hogy Anna hirtelen eltűnik, és Rafaelnek meg kell őt találnia. Egy nagyon izgalmas nyomozás veszi kezdetét, lesz majd itt öreg zsaró és írópárosos nyomozás. A családi érdekeket nagyon előtérbe helyezi ez a kötet, hiszen Rafaelnek is van egy kisfia, az idős rendőr is nagyon nagy szerepet vállal ebben a kötetben, szóval én ajánlani tudom azoknak, akik szeretnének olvasni egy jó muszókötetet, kötetet, szerintem belépőnek muszótól ez tökéletes lehet. De hallgassátok meg a bookest kibeszélőnket, szerintem olyan háromnegyed órás lett, ha jól emlékszem, és van spoilermentes és spoileres rész is. A következő kötet talán 2022 számomra legmeglepőbb olvasmánya volt, hogy ez tetszett nekem, ez George orwell az Állatform. Már valószínűleg rengetegszer elmondtam a csatornámon, hogy miért is kezdtem el olvasni ezt a könyvet, ugyanis Edmondnak volt egy olyan videója, ahol újraolvasta ezt a történetet, és azt mondta, hogy másodjára még jobban tetszett neki, mint elsőre, és akkor gondoltam úgy, hogy jó, fent van scripten, elolvasom ezt a történetet, kettő fejezetig jutottam, ugyanis annyira tetszett, hogy kiszaladtam és megvettem ezt a könyvet, mondom, én inkább könyvformátumban szeretném tovább olvasni, teleraktam kis jelzésekkel, mert nagyon jó voltak benne. Ez a történet egyébként arról szól, hogy van egy major, ahol az ember uralkodik, és van egy vén disznó, akit úgy hívnak, hogy őrnagy, és egyik éjszaka az állatoknak elkezdi átadni a tanait, hogy az emberek nem uralkodhatnak tovább felettük, és emiatt fellázadnak az állatok, és átveszik az embertől az irányítást a farm felett, és így lesz állatforma neve. Na közben ez az öreg disznó egyébként meghal, és az állatok felállítanak egy szabályrendszert, ami szerint szeretnének élni. Hogy mindenféle emberi dolgot elvetnek, és stb. De talán a legfontosabb tanuk az az, hogy minden állat egyenlő, viszont egy idő után ez átkezd formálódni náluk, és itt folytatódik a hátlapon szereplő idézet, hogy minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Hát szerintem nem kell sokat találgatni, hogy kiderüljön, hogy melyik volt az az állat. Nagyon tetszett, hogy milyen társadalmi problémákat feszegetett ez az egész. Nagyon sok dologra rá lehetett húzni ezt a történetet, mind a történelemből, mind a napjainkból. Szóval én nagyon élveztem ezt a könyvet, és csak ajánlom tudom egyébként azoknak, akik el szeretnének kezdeni klasszikust olvasni, mert egy nagyon könnyed kis olvasmány volt, és én nagyon szerettem. Mi meglepő lesz a következő kötet a csatornámon, ez egy Colin Hoover kötet, méghozzá a Regretting You, ami idén jelent meg, és rögtön mentem is a boltba megvenni és elolvasni. Volt egy kisebb Colin Hoover maraton most a tavaszomba, ugyanis elolvastam tőle a November 9 című könyvet, és utána annyira azt éreztem, hogy kell még nekem olvasni Colin hoover hogy megvettem a Regretting You-t, utána pedig a Maybe Someday második részét, és elolvastam mind a hármat, és a három könyv közül ez volt az, ami a legjobban megragadott, mégpedig azért, mert ez nem a tipikus Colin Hoover könyv, nem annyira csavaros, és nincsenek benne akkor a nagy családi titkok, viszont itt nem egy szerelembe esünk bele, bár van benne szerelem is bőven, ne aggódjatok. Itt viszont egy anyalánya kapcsolat van a középpontban, és a családi értékek nagyon sokat számítanak ebben a könyvben. Ó, nagyon faj, gyorsan cserélek. A történetünk elején a fiatal Morgennel és chris szel találkozhatunk, akik Vétenek egy súlyos nagy hibát, és véletlenül besikerül nekik egy gyerek, akit végül Klarának fognak majd elnevezni. A történet további részében már a felnőtt Morgennel és Kriszel találkozhatunk, azonban Kriszt ér egy hatalmas baleset, és sajnos autóbalesetben meghal, és ez a halál nagyon felbolygatja a családnak az életét, nagyon nagy titkok derülnek ki, és Morgennek nagyon nehéz döntéseket kell meghoznia. Ez a baleset egyébként nagyon megkuszálja az ő kapcsolatukat, hiszen Morgan Morgannek rengeteg titka van, amit nem árulhat el Clara-nak, Clara emiatt morgan hibáztatja, elkezd egy olyan sráccal kavarni, akit Morgan nagyon nem akar mellé, és mindezek mellé jön még egy szereplő a könyvbe, akit most így nem fogok nektek elmondani, de ő is még jobban megkuszálja a történet vonalát. Nagyon izgalmas volt végre egy olyan Colin Hoover könyvet olvasni, ahol bár ott van a szerelem, és viszonylag középpontban áll, viszont a titkok és a családi kötődés van, az anyalánya kapcsolatban van keresztűzben, és én ezt nagyon élveztem, hogy egy újfajta Colin Hoover-t olvashattam, szóval ezt egyébként minden Colin Hoover rajongónak ajánlom, és ha egy kicsit lájtosabb Colin hoover szeretnél kezdeni, akkor ez a könyv szerintem tökéletes. Van egyébként egy videóm, ahol az addig olvasott Colin Hoover könyveket összeszedtem, és megrázóság alapján csináltam egy ilyen listát, hogy melyik volt a legmegrázóbb, melyik volt a kevésbé megrázóbb, és egyébként lassan szerintem azt a listát már tudom majd Bővíteni, mert azóta már rengeteg kohót olvastam, viszont még mindig nem olvastam el az egészet, de már nagyon jó, nagyon jó járok, úton járok, hogy végre befejezem az összes kohó könyvet. Na az utolsó könyv a listán, Ilokhártól a Hazudósok című kötet, ami egy nagyon vékony kis könyv, de egy nagyon izgalmas olvasmány volt. Ez egy tipikus nyári kötet, Hát most nem szeretném elmondani nektek, hogy miről szól a történet, ugyanis ezt titokban kell tartani, de a fülszövege annyira ötletes, hogy azt felolvasom nektek. Egy gyönyörű és előkelő család. Egy magánsziget. Egy ragyogó lány, akinek baja esett. Egy szenvedélyes fiú, aki a társadalmi igazságot keresi. Egy négyfős baráti kör, a hazudósok, akiknek a barátsága pusztító fordulatot vesz. Egy forradalom, egy baleset, egy titok. Hazugságok, hazugságok hátán. Igaz szerelem, az igazság. KB ez leírja egyébként a történetnek a vonalát. Nagyon szerettem ezt a könyvet, a végén, amikor megtörténik egy hatalmas fordulat, mert akkor tényleg így összetörtem, és azóta nem tudtam magam összeragazgatni. Szerettem nagyon ezt a történetet, bár nem az a tipikus instant kedvenc olvasmány, viszont egy utólag átgondolva, egyébként belesoroltam ebben a videóba, de mondjuk moly.hu nem kedvenceltem, viszont egyébként most jelent meg a második része a Gabó kiadónál, ha jól emlékszem az a címe, hogy a hazudósok családja, hasonló ilyen kék a borítója, még arra is emlékszem, hogy rózsaszín rajta a felirat valamiért, vagy lehet nem rózsaszín, de valami nagyon szín az megvan, és valószínűleg el fogom egyébként azt is olvasni, főleg, hogy most olvastam el a hazudósokat, így szerintem tök időszerű lesz majd. Na hát ennyi is fért bele a mai videóba, mint láthatjátok, nem volt egy hosszú lista, ugyanis tényleg nem olvastam sok könyvet, és nagyon remélem, hogy azért a második fél évben legalább ennyit sikerül majd kiolvasnom, én nagyon azon leszek, hogy legalább azért az 50 könyv idén meglegyen, de nem igazán látom esélyét, főleg, hogy most 28 könyvnél járok, ami hát statisztikailag eléggé lehetetlen, hogy így beindulok, és majd itt pár hónap alatt elolvasok egy csomó könyvet, főleg, hogy most kezdem majd az utolsó évet az egyetemen, ami maradjunk annyiban, hogy nem lesz egy sétagalopp, szóval majd meglátjuk, hogy mennyi könyvet sikerül elolvasnom, de remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, írjátok meg, hogyha esetleg olvastátok valamelyik könyvet ezek közül, és a is lettem volna mára, sziasztok!